No, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, Szombathelyen vagyok. És hogy miért vagyok Szombathelyen, az egy pár másodperc múlva ki fog derülni. Az interjú alanyom leteszi a telefont, és akkor onnantól kezdve ez a dolog már működni is fog. Kis meglepetéssel szolgálok mindenkinek. Jó, oké, rendben. Szia, szia. Ugyanis a mai vendégem, illetve én is a vendége vagyok, Újhelyi Sándor, akit meg is kérdezünk, hogy miért is vagyunk most itt Szombathelyen. Kicsit menjünk följebb szerintem a forgalom zaja miatt. Azért vagyunk Szombathelyen, mert meghívtak itteni barátok. A téma az új alternatíva párt. Ezzel kapcsolatban lesz egy kis találkozó. Gondolom, hogy 4-5-en, vagy nem tudom hány ember lesz, és az itteniek akarnak megismerkedni azzal, hogy miért is hoztuk létre ezt a pártot, mi ez az egész, mi lesz, hogy lesz. Ugye legutoljára... Jön egy kocsi, úgyhogy engedjük meg. Oké. Legutoljára a Jászságban találkoztunk a félpályás útlezárásnál. Igen. Amikor beszéltünk arról, hogy kialakulóban van egy új párt, ez azóta megtörtént. Megalakult, igen. A vezetéseddel te vagy ennek a pártnak az elnöke. Igen. Nyilvánvaló azért egy pár szót szeretnél mondani erről, tehát hogy miért gondolod azt, hogy szükség van egy új pártra? Ne kezdjünk ebbe bele, nagyon sok kérdés merülne fel azonnal. Szerintem pont ezeket a kérdéseket fogják oda bent föltenni, és ezt majd akkor ott a kérdésekre meg tudom a választ adni. Jó, oké. Tehát akit érdekel a dolog, az ossza meg ennek az eseménynek úgymond a beharangozóját. Durván olyan 17 órától, tehát délután 5 órától élő bejelentkezés lesz, és ahol Újhelyi Sándor válaszolni fog nem csak azokra a kérdésekre, amit a meghívói tesznek föl, hanem nyilvánvaló, akik ezt most nézitek és úgy gondoljátok, hogy lenne kérdésetek, tehát bátran lehet föltenni kérdést. Én azért gondoltam, hogy itt vagyok és itt leszek és eljövök, mert számomra Újhelyi Sándor az egy olyan ember, aki mellé úgy gondolom, hogy érdemes odaállni, mert én egy becsületes jó embernek ismertem meg. Én úgy gondolom, hogy amit szeretne csinálni, a sokunknak kínál esetleg megoldást a jövőre nézve. Körülbelül ennyi, és akkor nem őzök tovább, hanem jövünk a bejelentkezővel, és ez csak egy beharangozó volt, addig is sziasztok! Várunk mindenkit, sok szeretettel, akit érdekel a beszélgetés. Oké. Na, akkor kikapcsoljuk.